Az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedekben az állandóság jellemezte a Baktalórendházi futballt. A vezetők igyekeztek helyi labdarúgókat szerepeltetni, az átigazolási időszakokban minimális volt a játékos mozgás. Ezen a nyáron másként történt, 10 év után felállt a kispadról Illés László, távozott a házi gólkirály Marics Gábor, valamint Miskolci László és a kapus Marics István. Helyükre természetesen új futballisták érkeztek. Kezdeném a Zakor Jánossal, aki 23 éves, ő Rohodi a szomszéd településen él, Nagykállóban focizott, ott szerzett 24 gólt Megye-2-ben. Említhetem ezek után a Kézi Bertalant, akit már 4 éve szerettem volna, 4 éven keresztül minden évben udvaroltam idézőjelben Bercének, hogy jön ide. Ő most a Megye-2-ben itt Rohodon 24 gólt lőtt, ő is ide Rohodra való. Akkor igazoltuk a Pataki Gábort, ő baktai labdarúgó, ő még nem futballozott Megye első osztályban, most fog. Ő Pátraháról jött, valamint a Borgó Józsefet, a nyírkarászi kapust, és hogy igaz, ő 30 éves, és hogy egy még fiatalabb embert említsek, egy 22 éves volt februárban, Fábri Zoltán, ő vele ezelőtt 10 perccel állapodtam meg, hogy Sényőről Baktárra teszi át székhelyét. Gebri Pál az elmúlt 10 évben pályaedzőként dolgozott a csapat mellett, most már viszont a szakmai munka első számú felelőseként kezdte el a felkészülést a Baktával. Picit nehezítette, hogy a keret, ami eddig hosszú időn keresztül folyamatos volt, most jó néhány távozóval kellett számolnunk, az ő pótlásuk elég nehéz lesz, de megpróbáljuk a lehetetlent, és a srácok egyértelműen partnerek ebben. A heti 4 edzés és 1 edzőmérkőzés előtt hetes felkészülési ciklusban készülünk a bajnokságra. A csapat legrutinosabb labdarúgója, Kozma József sokadik nyári felkészülését végzi. A középpályás bízik abban, hogy továbbra is meghatározó játékosa lesz a Baktának. Ezek a mostani melegek még jobban rányomják a bélyegét a felkészülésre, de hát igyekeztünk nem teljesen leállni, úgyhogy az egy kicsit megkönnyítette a helyzetet, de mondjuk már ilyen korban 35-6 évesen nem egyszerű, de hát próbáljuk felvenni a versenyt a fiatalokkal. A Baktalórendház a szombaton a Nagyesedet fogadja, azon a mérkőzésen búcsúztatják Illés Lászlót és Szabó Róbertet. Azt követően a levelek, a Nagykálló és az Újfehértó ellen lép pályára Gebri Pál együttese, amely augusztus 12-én a Tuzsért fogadja a bajnokság nyitófordulójában.